Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket a Mandiner Világrend című podcastjában, melynek mai vendége Demko Attila, a Matthias Korvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője, jó magam pedig Szilvai Gergely főmunkatárs vagyok. De az első kérdésem rögtön az volna, hogy Putyin ma tartott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy valójában csak a 14-ben megkezdődött háborút szeretnék befejezni a katonai művelettel. Mi értelme volt ennek a beszédnek ma, vagy... lehet ebből bármit is vonni következtésként? Hát nyilván a 14-ben megkezdődött háborút próbálják lezárni. Az a kérdés, hogy le lehet-e zárni. Szerintem nem lehet lezárni. Úgy, ahogy Oroszország akarta, semmiképpen sem. És persze hát azt se felejtsük el, hogy a 14-es háborút azért Oroszország kezdte, még akkor is, hogyha majdan egy sokkal komplexebb dolog annál, mint amit a nyugati vélemény buborék gondol, tehát ott azért történtek dolgok, olyan provokációk, amelyeket még nem ismerünk, de azért az se egy egyszerű történet, de az viszont nem kérdés, hogy a háború azzal kezdődött, hogy a Krímet elfoglalták, még akkor is, hogyha ott ugye nem voltak áldozatok, de Kelet-Ukrajnában a szeparatista területeken már voltak. És ott ugye volt egy olyan felkelés, aminek egy része az hazai volt, tehát volt egy nagyon kemény ellenállás a Majdannal szemben ebbe a két népköztársaságban, de az oroszok is ráépültek, meg az oroszok nélkül. A 14 nyarán az ukrán haderő az megverte volna ezt a szeparatista mozgalmat, aminek mondom, volt azért támogatottsága, meg volt is oka, mert a nyugat-ukrán türelmetlenség a nyelvvel, a kultúrával, meg az Oroszországtól való eltávolodás erőszakosságával tényleg elriasztotta ezt a népet. Tehát ilyen értelemben persze befejeznek valamit, amit próbálnak befejezni valamit, amit nem teljesen, de részben azért Oroszország kezdett. Most ennek a beszédnek hát inkább ilyen picit ilyen magyarázkodás íze van. Mert ugye 11 hónappal vagyunk már a háború kezdete után, és ugye, ha jól tudom, veteránoknak beszélt. Igen. A veteránok majdnem biztosan tudják, hogy ez az orosz haderő, ami megtámadta Ukrajnát, az nagyon kicsi volt. Tehát ilyen értelemben az orosz vezetésnek, a katonai vezetésnek is, de elsősorban a politikai vezetésnek bizony kell magyarázkodnia. Mert nem elég, hogy a háború nem úgy zajlik, ahogy az oroszok ezt elgondolták, nagyon nem úgy zajlik, tehát amikor Putyin önökat mond, hogy terv szerint haradnak előre, hát nagyon jó fa arcokat tud Putyin vágni, de szerintem ezt... Érdekes tervek voltak akkor. Szerintem egy pillanatig sem gondolja senki komolyan Oroszországban, hogy ez igaz. Tehát és nyilván ez egy politikai hiba egyébként. Tehát ha a politika azt mondja, hogy ez a 200 ezer katona elég, mert az ukránok nem fognak ellenállni, meg a hírszerzés, de nyilván a politika döntött a végén, akkor a katonák azt mondják, hogy jó, megpróbáljuk ennyivel. De hát azt én azért nem hittem részben abban, hogy orosz támadás lesz, mert nagyon nem hittem az utolsó napokig, mert ez teljesen elégtelen volt egy ukrajna méretű ország elfoglalására. Tehát ennek a két-háromszoros ereje kellett volna minimum arra, hogy ezt így Kijev ellen, meg délen is, illetve keleten is. Gyorsan. És gyorsan. Tehát ez a lehető legrosszabb, amit csináltak, hogy belementek egy háborúba, de nem elég erővel. És hát ezt magyarázza a bizonyítványt, ami nagyon rossz. Tehát az orosz hadsereg bizonyítványa is rossz. Egyetlen egy területen tűnik úgy, hogy Oroszország felkészült el a háborúra, az a gazdaság, ahol sokkal kisebb az orosz vesztesség vagy az orosz probléma, mint a nyugatiak gondolták, de mint akár én is gondoltam. Tehát ez a 3% körüli csökkenés azért az egy orosz szempontból egy nagyon jó eredmény. Mindig halljuk azt, hogy a szankciók az EU részéről, az Európai Uniós politikusok részéről, vagy a nyugati politikusok részéről, hogy a szankciók igenis működnek Oroszország ellen, bár Guy Verhofstadt legutóbb egy ezzel ellenkező értelmi posztot tett ki a Twitteren, a magyar kormány pedig azt kommunikálja, hogy a szankciók nem működnek úgy Oroszország ellen, ahogy elgondolta az EU, viszont visszacsap, és ugye lábon lőjük magunkat. Nyilván itt kérdés az, hogy a kettő dinamikája, tehát hogy lehet, hogy mindkét eset, hogy rossz a szankció Oroszországnak is, meg az EU-nak is, de mondjuk nem mindegy, hogy melyik mennyire. Te hogy látod most az oroszok mennyire szenvedik meg ezeket a szankciókat? Nem úgy, nem azt, nem akkor, vagy... Hát rövid távon nem annyira, mint gondoltuk, főleg amit az EU vezetői gondoltak. Az egyértelmű, hogy ennél többet vártak, nagyobb gazdaság visszaesés, nagyobb orosz fájdalmat,
Van, tehát az Oroszország rengeteget veszít ezzel, de azt gondolom, hogy a veszteség igazán nagy közép és hosszú távon lesz. Uh-huh. Tehát közép és hosszú távon Oroszországnak ez 1000 milliárd eurókba kerül, uh-huh. ez a háború, és közép vagy hosszú távon már Európának nem fog annyira fájni, de mondjuk ebben a 2-3-4 éves távlatban valószínűleg Európa összvesztessége azért az jóval nagyobb lesz, mint az oroszoké. De azért nagyon fontos, hogy tehát a szankciók, természetesen egy pár mondatos beszédben szankciókat mondunk, de milyen szankciók? Uh-huh. Tehát szerintem Magyarországon azt senki nem kritizálja vagy kérdőjelezi meg, hogy szankciók kellenek politikusok ellen, szankciók kellenek a technológiai téren. Egyetlen egy olyat nem hallottam, hogy bárki azt mondta, hogy technológiai szankciók ne legyenek. Uh-huh. Oroszországgal szemben politikai szankciók ugye 1300 ember ellen van, és ott talán egy ugye Kirill Pátriárka volt az, akit eddig nem, meg most van olyan hír, hogy állítólag pár orosz üzletembert, oligarchát nem akarna Magyarország ebbe látni. Uh-huh. 1300-at meg azt mondtuk, hogy igen, el van uh-huh. fogadva, tehát ez se olyan egyszerű, tehát rengeteg politikus, családtag uh-huh. abszolút magyar egyetértéssel ment át. Tehát legyünk egy kicsit kevésbé kategórikusak, legyünk árnyaltak, tehát a szankciók jelentős része alapjában véve jó, és fontos, főleg a technológiai szankciók, meg a személyi szankciók. Tehát mondjuk az, hogy Vlagyimir Putyin és köre, tehát a legarcpirítóbb egyébként az orosz elitben az, hogy amellett, hogy folyamatosan hát ugye eltették az orosz állam pénzeit, a nagy részét kivitték, vagy a jelentős részét kivitték jaktokba, villákba, vagyontárgyakba, nyugatra, és hát most legalább annyi legyen, hogy ne használhassák ezeket az értékeket, és szerintem ez alapvető igazságérzete mindenkinek, hogy foglalják le, amit lehet, amit jogilag le lehet foglalni, amit net meg egyszerűen blokkolják. Tehát Putyin feleségének is Biarritzban van, volt feleségének Biarritzban van villája, gyerekei és a környékre jártak a háború előtt. A fél orosz elit az Dél-Franciaországban, Olaszországban, Karibi-szigeteken van dácsája, persze a moszkvai dácsa mellett, tehát nyilván ők bűhődjenek, tehát ez a része. De az, hogy az energetikai szankciók úgy, hogy nincs előkészítve, nem tudjuk a hatásmechanizmusokat, csak mert csináljuk, mert jól hangzik. Meglátjuk, hogy mi lesz ugye február 5-e után is, de már maga az, hogy beszéltünk róla, már az is feljebb vitte. Szerinted szétválasztod a technológiai abszolút. Típusú szankciókat, meg a technológiai, illetve energetikai a típusú, meg a személyek. Én a technológiai talán a 9 szankciócsomagot. És szerintem a személyek elleni szankcióknál is azt mondom, hogy az én biztos, hogy nem tudnám azt mondani, hogy ezt a kört ne szankcionáljuk. Viszont az összes szankcióval kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy ugye a nyugatnak régi nagy jelszava, vagy ilyen alapvetése, hogy elválasztjuk egymástól a kereskedelmet és a politikát, most úgy tűnik, meg hogy nincs kollektív bűnösség, most ezen a háború kapcsán ez mint, nem tudom, szükségszerű, de hogy ezek egyértelműen megdőltek, ez a két ugye, nyugati alapvetés, hát ugye ha egyáltalán igaz volt valaha is. Szerintem nyugaton van azért egy kollektív ideológiai, nem is tudom, hogy nevezzem, tornádó a fejekben. Mondom, semmiféle árnyaltság nincs. Semmiféle árnyaltság nincs, tehát amikor tényleg azt látjuk, és ez kicsit egyébként a mi szocializmusunk, vagy kommunista időszakunkra hallja az, hogy kérjük mondjuk egy orosz művésztől, hogy mindenképpen határolódjon el, nem tudjuk azt, hogy mondjuk a családja mondjuk Moszkvában van, és esetleg érheti valami a családját, ha ő nagyon elhatárodik Putyintól, de határolódjon el, különben nem lesz karrierje nyugaton. Nem elég, ha csendben marad. És ez az orosz kultúra elleni ilyen típusú fellépés, na még erre azt mondom, hogy nemhogy nem használ, hanem rengeteget ad Putyin rendszerének, amikor azt mondjuk, hogy ez az orosz nem léphet föl itt, vagy ezt elbocsátjuk, hogyha nem határolódik el. Mondom, látjuk azt, hogy... Hát az orosz önérzetet tápláljuk ezzel, meg a sértődést. Tehát elmondom őszintén, amikor így nyugatiakkal beszélgetek, és nem értik ezt meg, azt nem értik meg, hogy miért nem határolódik el. Mert ki tudja, hogy mondjuk a nagymamája betege, és akkor a kórházba fogadják el. Hát azért az Oroszország, hát a családján leverik ezt, hogyha ő nagyon elkezd elhatárolódni. Amellett, hogy most már büntetőjogilag is elég komoly tételek vannak. Tehát... Meg esetleg időnként vannak olyan élmények, hogy megtámogatják a háborút. Tehát az esetleg nyilván, még a személyi meggyőződéséből sem. Persze, de hogyha valaki meggyőződésből támogatja a háborút, és kiáll emellett a háború, akkor jó, ne lépjen fel a milánói szkálába, vagy itt a B
bécsi operában, oké. Okay. De nem nagyon sok olyan eset van, amikor tényleg nagyon megalázó helyzetekbe hoznak orosz művészeket, levesznek darabokat, stb. Tehát ez egy nagyon más kor, és a Nyugat-Európában mondom, tehát én azt látom, hogy Nyugat-Európa nagyon ideológikus ezekbe a dolgokba. Árnyalatokat nem lehet. Nem lehet velük árnyalatokba beszélni, hogy lehet, hogy Oroszország ilyen, na de azért nézzük meg Ukrajnát, hogy mit tett, meg mit nem tett. Mert amikor az oroszok azt mondják, hogy Putyinról beszélünk, hogy 2014-ben kezdődött el, és le lehetett volna zárni, hát azért volt egy időszak, Zelenszkij a háború lezárásával nyerte meg az, hogy mi lezárjuk ezt a háborút, az összes magyar is azért szavazott Zelenszkijre, 90% a kárpátaljai magyaroknak Zelenszkij támogató volt, hogy zárjuk már le ezt a háborút. 70%-ot kapott Zelenszkij a háború lezárásának ígéretével. Egy ideig próbálkozott, aztán nem. És azért lássuk be, hogyha nyugatról megtámogatták, vagy mennyire az ukrán nacionalisták ellene voltak Zelenszkij ilyen törekvéseinek, de hogyha amerikaiak, nyugatiak teljes erővel beállnak mögé, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy lehetette volna Putyinnal kiegyezni, de nem sikerült Zelenszkijnek megtalálni a hangot Putyinnal, és nem sikerült egy kompromisszumot létrehozni. A kompromisszum mindenképpen fájdalmas lett volna Ukrajnának, csak az a kérdés, hogy nem fájdalmasabb be, hogy az ország felét jelenleg, lerombolják, és szerintem ennél a háborúnál fájdalmasabb forgatókönyv Ukrajna számára nem nagyon van. És itt is vagyunk a háborúnál, a legújabb fejleményeknél. Hogy látod a fejleményeket? Ugye most Szolidár városát elvesztették az ukránok lényegében, és folytatódnak a harcok. Ugye volt a donbaszi tévedt rakéta, ami kettészelt egy lakóépületet, de inkább a hadműveletek összességét hogy látod jelen pillanatban? Ugye én már nagyon régen azt mondom, hogy én azt látom, hogy egyik fél sem tud teljesen a másik felé kerekedni, ami leginkább egy befagyott konfliktus felé visz majd el valamikor, de azt is gondolom, és ez se változott meg a szolidari művelet után sem, hogy mind a két fél azt hiszi, hogy még nyerhet. Az ukránok is azt hiszik, hogy nyerhetnek, az oroszok is azt gondolják, hogy nyerhetnek, vagy legalábbis egy kedvező vonalon befagyaszthatják a háborút. Én azt tudom, hogy az oroszok vannak kedvezőbb helyzetben. Mert az ukrán politika, meg az ukrán nép is elhitte, hogy még a Krím utolsó sziklájára is ki tudják majd tűzni az ukrán zászlót, ergo magasak az elvárások. Oroszországban szerintem jóval alacsonyabbak már az elvárások az orosz, legalábbis hát ugye az ilyen kozák szélsőséges nacionalista a körökben el akarnak jönni tényleg szó szerint Kárpátaljáig, de ennek realitása semmi a jelen orosz haderővel, de nem is nagyon tudnak sok évig olyan orosz haderőt összehozni, ami ezt a 600.000 négyzetkilométeres országot meg tudja szállni. Tehát szerintem az orosz elit, meg az orosz nép az megelégedne egy valamilyen befagyasztással valahol. Valószínűleg a Donbasz egészét el kéne foglalni. Az ukránoknak viszont nem elég az, hogy ezt a határt megtartsák, sőt, sokaknak már a február 24-e előtti vonal sem elég. Tehát mit látok? Nyilván most van egy adott pont. Valahogy kicsit érthető, hogyha... Hát nyilván, hogyha ha ukránok lennénk, akkor persze másként, mert nyilván magyarként annak örülnénk, ha leggyorsabban vége lenne ennek, de mások fejével kell gondolkodni ilyenkor, amikor elemzünk, és nem a saját fejünkkel, tehát az egy elég gyermetek hozzáállás szerintem, hogyha elemzőként valaki nem próbálja meg beleélni magát az ukrán vagy az orosz vezetőnek a fejébe. Az orosz vezetőnek valamilyen presztízsmentés kell, az ukrán vezetőnek azért győzelmek kellének, mert különben mire ez a sok áldozat? Persze. Gondoljuk el, hogy meghalt sok tízezer ember Ukrajnában, és a Zelenszkijnek azt kell majd mondani, hogy elvesztettük a Donbaszt, meg elvesztettük Herszon és Zaporizsia egy részét, a sokkal nehezebb lesz, mint Putyinnak azt mondani, hogy igen, elvesztettünk sok tízezer embert, benne persze tízezernyi bűnözőt, szerződésest, szeparatistát, meg csecsent, tehát azért ott az orosz nép, az meg eleve egy 3,5-szer akkora lakosság kevésbé van terhelve, de megszereztük Herszon felét, Zaporizsia 70%-át, meg a Donbaszt. Tehát azért ez Putyin ebből a szempontból egy befagyasztásnál könnyebb helyzetben lenne. Tehát én katonailag tényleg azt látom, hogy van az orosz haderő az nem egyen szilárd, hanem tényleg hát egy nagyon furcsa valami, hogy ugye van a reguláris haderő, hát az nagyon gyengén muzsikál, vannak a különleges műveletiek, vagy a légideszant csapatok, a különleges műveletiek, és a légideszant az nyilván jobb, az egy motiváltabb csapat, tehát szó sincs arról, hogy minden orosz alakulatnak a béka
feneke alatt lenne a morálja, tehát a különlegesek meg a légideszen, tehát a VDV csapatok azok jól harcolnak, és van egy innovatív csapatuk, a Wagner, ami innovációban, meg harckészségben, és nyilván nem azokról a bűnözőkről beszélek, akiket oda küldenek az ukránok ellen egy kalasnyikóval, meg valami egyenruhában, hogy szaladjál, aztán legyen szerencséd, hanem a Wagnernek a tisztikara, meg a profikara az nagyon jó. Tehát valószínűleg, ha egy nagyon jó van, a legjobb az ukránoknál, ukrán legjobb alakulatoknál is jobb valószínűleg a Wagner, hogyha azt nézzük, hogy tud eredményt elérni. Tehát ilyen értelemben van az oroszoknak egy erőssége, de az nem elég. Ráadásul a Wagnerre azért már erőteljesen ki van hegyezve az orosz tisztikar, mert elviszik a dicsőséget. Hát hogyha Soledár után nézzük azt, hogy hát persze ez egy óriási. Ráadásul ugye a Szurokivint most menesztették. Nem menesztették, hazahívták, vagy nem tudom. Nem hívták haza. Nem? Része a parancsnoki struktúrának. Semmi nem történt szerintem. Szurovikin ugyanúgy talán a legfontosabb katonai vezető ebbe az egészbe, csak a Gerasimovot. Vagy valószínűleg Putyin mondta, hogy te is a nevedet adod ehhez, meg a vezérkar több más kiemelt tagja. Gyakorlatilag egy kollektív vezetés van, de valószínűleg Szurovikin továbbra is a legfontosabb személy ebben. Viszont a balhét, ha ez nem sikerül, akkor nem csak Szurovikin fogja elvinni, hanem ti mind. Ergo támogassátok Szurovikin, ne csináljatok el ne semmit. Ti együtt viszitek el a balhét, mert eddig az volt, hogy voltak különféle parancsnokok, általában nem a legmagasabb szintről. Ezek az emberek mind hadseregtábornokok, tehát a legmagasabb rangú katonák, Szurovikin is, meg nyilván Gerasimov az első, a legmagasabb, tehát ő a vezérkar főnöke. A balhét együtt fogjátok elvinni, a győzelmet is, ha lesz, akkor együtt tudjátok ünnepelni, legyetek egységesek. Szerintem ez a legfőbb üzenet, meg az, hogy bizonyos értelemben Szurovikin most bekerült egy parancsnoki rendbe, mint helyettes. Tehát nem az van, hogy van a vezérkarfőnök, aki egy központ, meg van a Szurovikin, aki a legfontosabb műveletnek a központja, hanem az egész egybe van. Ilyen értelemben van ennek egy ilyen logikája is, de mondom, a politikai logika nagyon erős, hogy ti mind buktok, ha ez a művelet nem sikerül. Szedjétek össze magatokat. És az a hír, hogy a Sojgu leváltásért indult volna valamiféle szervezkedés, és most ez ügyben üzent Putyin, nekik ez alaptalan lehet, vagy? Hát nézd, ezek olyan dolgok, amikről nem tudunk semmit. Tehát a legviccesebb az, amikor így az ember néz néha kommenteket is, meg megjegyzéseket is, és az ember nagyon határozottan leírja, hogy mi van Oroszország. Mit gondol Oroszország? Miért csinálja ezt Oroszország? Nagyon sok mindent nem tudunk. Ennek a belátása szerintem a legelső, hogy a Kremlnek a belső köreibe nagyon nehezen látunk bele. Nézzük meg, hogy mennyi hírt hallottunk már Putyinról. Már 6-szor meg kellett volna különféle rákokba halni az elmúlt időben, és nagyon komoly újságok írták le. Tehát szerintem kezeljünk minden ilyet némi fenntartással addig, amíg meg nem történik. Tehát amíg Sojgut le nem mondatják, vagy ki nem esik az ablakon, addig ez nem igaz. Sojgu egy nagyon régi eleme ennek a rendszernek. Az ő lemondatása az Putyin presztízsét is nagyon mélyen sérteni. Mert ez az ember az ő minisztere, ez az ember az ő kinevezetje, és ha bukik, akkor ez rá is rossz fényt vet. Tehát Gerasimov meg a katonák kevésbé, ha ők buknak, de itt egy politikusról is szól. Sojgu 30 éve része az orosz politikai elitnek. A Financial Times azt írta, hogy Oroszország soha nem lesz képes tartós győzelmet aratni. Ez a befagyott konfliktus. Ez teljesen egyetértek. Hát mi az a győzelem? Tehát az a győzelem, hogy elveszünk mondjuk 100 000 négyzetkilométert, aminek a feléből ráadásul sivatagot csináltunk. Ha megnézi valaki a képeket, de még a mezők is, tehát nem a városok, amikor minden 10 négyzetméterre van egy kráter, az orosz tüzérség az nem finomkodik, hanem területet semmisít meg, mert nem is tud nagyon pontosan, tehát méter pontosan lőni. Most megszerzel egy ilyen területet, kiürült lakosság, vagy minimális lakossággal. Mit csinálsz vele? Nem azt mondom, van ennek értéke, tehát vannak bányák, most a Szaladára mondják, hogy a sóbánya, hát most ne viccelődjünk, tehát azért a só nem akkora érték, de azért van ott érték bőven.
Tehát ilyen értelemben lehet hosszabb távú gazdasági hasznot, de azt gondolom, hogy ezt a gazdasági hasznot, ha összevetjük azzal a kárral, ami az orosz gazdaságot éri, voltak éppen az oroszok mindenképpen gazdaságilag mindenképpen vesztesek, szerintem hatalmi potenciálban is vesztesek, mert a hatalmi potenciál egyik fő része a katonai potenciál, ez az orosz katonai potenciál nagyon ledegradált. Tehát sokkal kisebb a háború lesz a kis háború után, mint amely a háború előtt volt, és ennél is súlyosabb a presztízs. Tehát azért az orosz presztízs szerintem globálisan sérül. Tehát egy indiai, aki azt mondta, hogy igen, vegyünk orosz harckocsit, meg vegyünk orosz vadászgépet, az nem biztos, hogy azt fogja mondani két év múlva, hogy adja el otthon. Az orosz harckocsit vegyük meg az orosz vadászgépet, ami így teljesített. Tehát a vadászgépeket, vagy a orosz légierőnek a stratégiai légierőn túl olyan komolyabb akcióját nem látjuk. Tehát nem is az, hogy esetleg nem szimpatizálnak, hogy a harmadik világot nem érdekli ez a konfliktus. Nem, a harmadik világ utálja a etikai nyugatot. Szempontból, tehát, igen. A legviccesebbnek ez a másik. De hogy a haderő, tehát hogy azt nézik, hogy testenek a hadi eszközök ebben a konfliktusban, és ha rosszul testenek, akkor nem fogják megvenni. Hát gondoljuk el, Algéria egy hatalmas vásárlója az orosz fegyvereknek, India. Biztos, hogy lehet, hogy nem tudnak máshova fordulni, de hogy nem fognak annyira bízni az orosz fegyverekbe, mint eddig, az nem kétséges. A harmadik világ, tök mindegy, hogy Oroszország mit csinál, akkor se fogja szeretni a nyugatot, a legtöbb harmadik világbeli ország. Tehát abban azt mindenki elhiheti, hogy a legtöbb arab országban, a legtöbb afrikai országban, de még egy-egy dél-amerikai országban is Oroszországnak drukkolnak. Nem azért, mert nem szeretik az ukránokat, hanem nem szeretik a nyugatot, meg nem szeretik Amerikát. Tehát itt valami van, ez meg a nyugati véleményboréknak egy óriási, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ. Igen, a világ igen. Nem mi vagyunk, és a világ nagy része, egy indiaival elbeszélget az ember, ezek már megint kioktattak minket. Nekem találkoztam elég sokat utóbbi időben indiaiakkal, azt mondják, hogy az amerikaiakból teljesen elegük van már. A New York Timesból, a Washington Postból, a nagy szövegeikből, és egy 1,4 milliárdos országról beszélünk, aki egyébként lehetne a nyugat szövetségese. Tehát a nyugatnak is van egy komoly problémája, de Oroszország ettől függetlenül többet veszít, mint a nyugat, többet veszít még Európai Uniónál is szerintem hosszabb távon, bár az európaiak is, mi is nagyon sokat fogunk veszíteni. Oroszország ebből nagyhatalomként nem tudom, hogy fog talpra állni, mert ha be is fagy a konfliktus, akkor is erőforrásokat kell rá költeni, meg valamilyen szinten föl kell ezt a térséget, amit ők lőttek szét, újítani, de miből? Tehát most már nem az van, a szeparatista terület eddig Ukrajna volt. Most már annexió van, tehát ezzel az oroszok bedobozolták magukat, mert ezt mi annektáltuk, ez már az orosz föderáció része, a mi adófizetői pénzünknek bele kell mennie, nem adhatjuk fel, mert ez már a miénk. Ha ráadásul valami olyan kompromisszumba egyezünk meg, hogy teljes Herszon és teljes Zaporizsia nem a Oroszország rész, akkor mi van? Akkor az ukránok orosz területen ülnek. Szóval ez egy rémálom Oroszországnak szerintem. De elhamarkodták a kommunikációt. Pár percünk maradt, és megjelent 2022-ben egy kötetetek, sőt 2022 elején, tehát körülbelül mondjuk háború már elindult, amikor megjelent, ez a világ 2022-ben címet viseli, itt van az asztalon, a geopolitikai műhely gondozásában, és a te szerkesztésedben. Hogy értékeled ma ennek a kötetnek a tartalmát? Hát ugye mi átírtuk a kötetet, tehát ugye 22 elején már kész volt, aztán fogtuk és átírtuk a háború fényében jó sok fejezetet. Tehát nagyon sok Ukrajnáról szóló fejezet van, forgatókönyvek vannak, és ezek szerintem máig állnak. Vagy például van egy fejezet, amit még a háború előtt írt egy rendkívül jó kutató hölgy, Ukrajnának a demográfiai problémái, a városok. Tehát egyébként Ukrajna óriási bajban volt, nem arról volt, hogy itt egy sikeres ország. Erről is írunk. Sikeres országot támadnak meg az oroszok, tehát demográfiailag tehát a magyar demográfiai helyzetehez képest mi vagyunk a Hawaii meg a paradicsom, ami Ukrajnában volt már 2021-ben, tehát a háború előtt. De kitérünk a Száherre, kitérünk Etiópiára. Etiópiában több ember halt meg az elmúlt két évben a háborúban. Ugye ott van egy nagy, volt, hát ugye nem tudjuk, mert egy fegyverszünet van, egy nagy polgárháború, százezrek haltak meg. Százezrek haltak meg, azért nem tudunk erről annyit, mert a menekült hullám nem tudott kijönni az országból, mert Eritrea az egyik hadviselőfél, ez még csak nem is pol, mert Eritrea is részt vesz benne, nem engedte ki a menekülteket, hanem nagyon sok ember bizony megöltek, aki menekülni akar, mondom, 10 000-vel. És erről a magyar közlemény nem tud semmit, ebbe a könyvbe beleraktunk egy csomó olyan dolgot, ami
mi Ukrajna, tehát uh-huh. azért bőséggel van benne, igen, legalább igen. a 10-15%-a egy 500 oldalas könyvnek a mi Ukrajna, de beleraktuk azokat a dolgokat is, amiről nem hallunk nap, mint nap, hogy mi folyik a világban, mennyire negatív a legtöbb világfolyamat a klímaváltozástól kezdve, mert ez egy létező jelenség. Nyilván ezután, meg a telek után már nem mondhatjuk azt. És beleraktuk azt is, hogy demográfiai robbanás, beleraktuk azt is, hogy Nigéria mennyire stabil, Etiópia mennyire instabil. Mik a legérdekesebb megállapítások a könyvben, meg a legérdekesebb kitekintések? Hát én azt gondolom, hogy nagyon érdekesek a szomszédos országokról írt fejezetek. Tehát itt egy abszolút magyar szemszögből nézzük, de azért leírjuk, hogy ők is hogy látják a világot. Meg szerintem a végén írtam egy elemzést, ami szerintem azért fontos, hogy lássuk, hogy nem egy elszigetelt problémás év ez, meg a Covid éve, hanem tényleg egy hosszabb válságidőszak előtt állunk, mert annyi sok probléma jött össze a világban, hogy egyenként még meg lehet oldani őket, de most már az orosz agresszió, afrikai problémák, klímaváltozás, Kínának a komoly belső problémái, ezt ha mind összeadjuk, az európai belső... A pandémia. A ilyen Covid. Fokozódó amerikai-kínai van egy fejezetünk, ami leírja, Covidban sokkal többen haltak meg annál. Megnéztük a demográfiai adatsorokat, sokkal, de sokkal többen haltak meg. Magyarország bevallotta, hogy mennyien haltak meg. Mondjuk Romániában kétszer annyian haltak meg, mint amit Románia bevallott. Fehér Oroszországban 17-szer, Oroszországban 4-szer, és ezt demográfiából ki tudtuk számolni, mert benne van egy elég érdekes elemzés. Tehát nagyon nehéz helyzetben van a világ, és nem csak most van nehéz helyzetben, hanem azt mondom, hogy a hét szűk esztendőnek az első 1-2 évében vagyunk, tehát folytatódni is fog. Hét lesz ez az esztendő? Hát, vagy 10, vagy 15, vagy 20, nem tudom, de hogy kevesebb, nem, az biztos. Bármit tehát akkor nem egy ilyen rövid távú válságra kell számítani, hanem a következő életünk következő szakaszát ez jelentősen meg fogja. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy akkora gazdasági világválság lesz most, mint gondoltuk akár pár hónapja, de az, hogy mivel Kína is egy lefelé menő, tehát gazdaságilag nehéz helyzet előtt áll, és Kína volt a motorja. A globalizációban van egy nagyon nagy roppanás, ami az inflációt egyértelműen nyomni fog. A globalizáció az olcsó árut jelentett. Tehát lehet a globalizációt szidni, de amikor Kínában megrendeltük a kütyüt, és 2 hét múlva ott volt nálunk, és nagyon olcsó volt, na ezt el lehet felejteni. És nem csak az EU vámszabályai meg egyebek miatt, hanem tényleg változik a világ, és arra változik, hogy szakadnak szét ezek az összekötő kapcsok, amik lehetővé tették, hogy olcsó legyen minden, amit viselünk, sokkal olcsóbb legyen, mint ami egyébként úgy lenne, ha Európába gyártjuk le, vagy Amerikába gyártjuk le. Tehát nehezebb világ jön. Köszönöm. Szerintem ez végszónak is, hát nem is biztató, de hát sosem árt szembenézni azzal, hogy mi vár ránk. Tehát talán az az üzenet, hogy mindenki erősítse meg a lelkét, és vértezze fel magát. Köszönjük Demko Attilának, hogy velünk volt a Mandiner Világrend podcastjában. Köszönjük a Scruton Verespán utcai kávézójának, hogy itt lehettünk kivételesen. És jövő héten is várjuk Önöket. Szilvai Gergely volt. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.